A mobileszközökre letölthető MÁV applikációban megkezdődött a május 1 használható vármegye és országbérlet elővételi értékesítése, tudatta a MÁV volán csoport hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint az olcsó, egyszerű és igazságos díjtermékeknek köszönhetően májustól korlátlanul lehet utazni Vármegyéken belül, illetve országosan a MÁV Start, a Volánbusz, a MÁV Hév Budapest határáig és a Gyesev helyközi járatain. Hozzátették, több ezer, de akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, ha a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között, de hétvégi kiránduláshoz, rokonlátogatáshoz is igénybe vehetik ezeket a bérleteket. Közölték azt is, hogy eddig mintegy 1,1 millióan töltötték le a mobil alkalmazást, amelyen keresztül naponta átlagosan 64 ezer belföldi menetjegyet és jellemzően 1000-1300 bérletet vásárolnak. A MÁV voláncsoport arra bíztatta utasait a közleményben, hogy böngészék az országbérlet.hu weboldalt, így a MÁV abban a pénztáraknál automatáknál is egyszerűbbé, gyorsabbá válik számukra a bérletvásárlás. Kedden délután 17 órás kezdettel Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán egy élő bejelentkezés keretében ad választ a felmerülő kérdésekre. Erről szerdai híradónkban számolunk be bővebben. A Vármegye bérlet havonta 9450 forintba kerül, diákoknak 945 forint csupán. Az országbérlet 18.900 forint havonta egy diáknak csak 1890 forintba kerül. Olcsó, amivel mindenki jól jár heti akciók meghirdetésére kötelezi a kormány az üzleteket. Az alapvető élelmiszereket 20 kategóriába kell besorolni, például baromfi sajt, kenyér vagy zöldséggyümölcs. Valamennyi kategóriában egy-egy szabadon választott terméket kell az akciót megelőző 30 napon belüli legalacsonyabb árnál, legalább 10%-kal olcsóban kínálni. Az akció nem vonatkozhat árstoppos termékekre. Az intézkedés a jelentős árbevétellel rendelkező élelmiszerláncokat fogja érinteni, a legkisebb boltokat nem. A bevezetés tervezett időpontja legkésőbb 2023. július 1 -e. A cél az online árfigyelő rendszer bevezetésével együtt az árak további letörése, az infláció mérséklése. Magyarország kormánya április vége után is fenntartja az árstoppokat, ezeket június 30-áig meghosszabbították.